2008-ban egy igen fontos projekt indult erre az erdélyi magyar média életében. Elkezdődnek egy erdélyi magyar nyelvű televízió technikai beruházásai, a média intézmény megkapja a sugárzási engedélyt, meghirdeti az első állásokat, és még az év októberében elkezdődik a napi híradó gyártás. Kedves nézőink, 10 évvel ezelőtt ezek voltak az első lépések az erdélyi magyar televízió életében. Kétségtelenül ma nem lenne miről és hol beszélgetnünk annak a két embernek a munkája nélkül, akik töretlenül hittek abban, hogy az erdélyi magyaroknak szüksége van egy olyan televízióra, amelynek elsődleges és legfontosabb célja hiteles képet nyújtani az erdélyi magyarok életéről, múltjáról és jelenéről, törekvéseiről és sikereikről, hétköznapjairól és ünnepeiről egyaránt. Markó Bélát, az RMDS volt elnökét és Takács Csabát, a szövetség volt ügyvezető elnökét, alapító tagokat köszöntjük sok szeretettel, és köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mi köszönjük a meghívást. Remélem, hogy nagyon jó érzés most itt ülni velünk, és próbáljuk meg egy picit az időben is visszatekinteni, hiszen már a 2000-es évek elejétől biztosan érezték önök is, hogy a román közszolgálati televízió adásai mellett, illetve az Erdélyben sugárzott magyar média, magyarországi tévék anyagai mellett szükség van egy olyan televízióra, amely az erdélyi magyaroknak szól, amelyet erdélyi magyarok készítenek, és amelyek rólunk szólnak. És akkor mi hívta életre ezt a televíziót, hogyha visszapörgetjük az időt 2008-ban? Mik voltak az előzményei? Hát az előzményei azok még visszanyúlnak igazság szerint 1989 előttre, hiszen egy darabig a 80-as évek közepéig volt Romániában magyar televíziózás, hétfőnként délután volt a közszolgálati televízió keretében egy magyar adás. Meg kell mondanom, hogy akkor mindenki lélegzett visszafojtva, várta és nézte azokat az adásokat, és mi még onnan hozzuk az igényt, hogy szükségük van az erdélyi magyaroknak magyar televíziózásra. Ehhez 1989 után hozzáadódott az, hogy nem csak egyszerűen magyarul lenne szükségünk televíziót nézni, hanem nekünk magunknak, mármint ennek a közösségnek, a közösség szakembereinek, alkotóinak kellene magyar adást vagy magyar televíziót készíteniük. Én nem is helyezném szembe a közszolgálati televíziót azzal, hogy most van egy ilyen saját alapítványi magyar televízió, egész nap az Erdély TV, ugyanis ezzel párhuzamosan a közszolgálati televízióért is nagyon sokat dolgoztunk, hiszen pontosan abban az időben sikerült létrehozni Marosvásárhelyen a Román Televíziónak a területi stúdióját, amelynek van magyar szerkesztősége és román szerkesztősége, van a közszolgálati televíziónak magyar adása Kolozsváron is, meg Temesváron is, és van az Erdély TV, ismétlem, amely a mi önálló televíziónk. Nagyon fontosnak tartom. Tehát mi általában prioritásként az oktatást és a nyelvhasználatot említettük a legtöbbször 1989 után, viszont emellé igazság szerint mindig oda kellene tenni az önálló magyar sajtót, a szabad sajtóéletet, és ezen belül a rádiózást és a televíziózást. Ma már természetesnek tartjuk ezt, de azért utaltam hirtelenjében vissza arra, hogy mi volt 1989 előtt, hogy legyen egy összehasonlítási alapunk, óriási változás. Ez. És persze, hogy örülünk ennek, nehéz volt annak idején eljutni, eddig nehéz volt ezt megvalósítani, de hát ugye most már ünnepeljük a 10 esztendeit. És valószínű, és én most is így érzem, hogy hiánypótló volt, úgyhogy köszönjük az önök munkáját is. Kik voltak azok az emberek, akik nélkül nem jöhetett volna létre az Erdély Magyar Televízió? Hát az nagyon kedves volt önöktől, hogy említettek bennünket, elnök urat, engem, de hát ez egy nagyon szűk, leszűkített mondat volt, hiszen végül is ennek a
az intézményrendszernek, amely az erdélyi magyar közösség számára elengedhetetlennek véltük, és mint ahogy ez be is igazolódik, óvodától egyetemig szoktuk mondani az oktatásnál. A médiánál egy bonyolultabb dolog, hiszen ennek a függetlenség és az önállóság a lényege. Ehhez kellett kitalálni azokat az eszközöket és forrásokat, amelyek ezt biztosítják. És ehhez nagyon sok mindenkire szükség volt. Szükség volt a Erdély Magyar Televíziós szakma képviselőire. Sokukat említhetném, én csak a két alapító tagot említeném, Kolozsvárról és Gálfalvit, aki Bukarestbe vezette a román televíziót abban az időben, és ahogy megjegyzik egyesek mai napig, hogy az a interimátus, amit egy magyar igazgatótanácsi tag átvéve a román televízió vezetését, az a legjobb korszak ennek az intézménynek, ez egy zárójel, azért illik erről is beszélni. És Kolozsváról Csép Sándor, aki szintén egyik legbeavatottabb, Isten nyugtassa, tévés szakember volt, velük együtt, és természetesen újságírókkal, a Múréval, az Újságíró Egyesület tagjaival, hosszú-hosszú-hosszú tanácskozások, beszélgetések. Mondhatnám azt, egy 10 éves tervezés után eljött az ide annak, amikor anyagi források közelébe kerülvén, körülbelül 5 évvel azelőtt, hogy önök az első hírt, műsort szerkesztették az Erdély Televízióba, mi elkezdtük az építkezést, elkezdtük a kivitelezést, elkezdtük a személyi háttér, szakmai háttér össze, gyűjtését és szelektálását, és ebben természetesen az ügyvezető elnökség tagjaként Nagy Zsoltot említeném, aki az első elnöke volt a Janovics Jenő kuratóriumnak, hiszen ez az alapítvány, a Janovics Jenő, az a jogi keret, az az intézmény, ami működtet az Erdélyi Televíziót, és ennek a kuratóriumnak a tagjai ebből a körből kerültek ki, akik mind részt vettek ebben a munkában, nyilván ki a maga területén, kinek-kinek a maga szakmai, és kinek-kinek a maga hatásköre és kapcsolatköre szintjén, hiszen elmondani nem lehet, hogy milyen bonyolult egy ilyen intézményt létrehozni. 3 dolognak minimum feleljen meg, hogy ez Romániában jön létre, hogy ez közszolgálati jelleggel működjön, és ehhez biztosítani azt a minimális keretet, ami elég ahhoz, hogy a kedves néző, akiket nagy szeretettel üdvözlök, hiszen eljutottunk hozzájuk is, most már több százezer számmal dicsekedhetünk, ugye idézőjelben a dicsekvést, hogy ez finanszírozható legyen. Tehát ehhez nagyon sok ember kellett, és én azokat említettem meg mondjuk, akikkel majdnem mikor ezt készítettük, olyan napi kapcsolatban voltam, mint Szepesi Lászlóval. Sőt, azért hagytam a végére, mert, és nem az elején említettem, hiszen az épület, ahol működik ez az egész intézményrendszer, ugye ő legalább 2 évet vett el Markó Béla irodavezetői szolgálatából, mert ahelyett, hogy azt a nagyon fontos munkát végezte, sokszor heteken, hónapokon keresztül itt volt, vele találtuk meg a helyet, vele jelöltük ki a beruházás körülményeit, ő beszélt a szomszédokkal, el se hiszik, hogy az milyen munka volt, ő vitatkozott, ő veszekedett. El tudjuk képzelni. El se lehet mondani azokat. Ezek azoknak fontos történetek, akik abban az időben természetesnek vették, semmi különlegest nem tettek, csak a dolgokat végezték. Hát mindenképp hosszas és bonyodalmas folyamat volt, ahogy elmondta, de mindenképp köszönjük, hogy itt lehetünk, és hogy most ünnepelhetünk 10 évet. Ehhez azért még azt is hozzá kell tennünk, ugye Takács Csaba utalta az anyagi alapok biztosítására, hogy itt is az történt, ami egyébként több esetben is, hogy több oldalú támogatásra és összefogásra volt szükség, hiszen az induló összeget azt annak idején a magyarországi támogatásból, tehát a magyar kormány
támogatásával szereztük meg, még Medgyessy Péter miniszterelnöksége idején. Az más kérdés, hogy utána aztán magunkra maradtunk, és nekünk kell évről évre úgymond biztosítani ennek a televíziónak a működését. Nekünk már, mint az alapítványnak, a Janovics Jenő alapítványnak, hiszen tulajdonképpen mi itt a Janovics Jenő alapítvány alapítóiként, két alapító tagjaként vagyunk jelen. De hát ez nehezen volt szétválasztható akkor is más tisztségünktől és minőségünktől, és most is ez továbbra is úgy működik, hogy ott van mögötte az RMDS, ott van mögötte a Communitas alapítvány, és ez teljesen természetes. Engedjenek meg egy személyesebb hangvételű kérdést. Annak idején, amikor ezt a televíziót elindították, akkor milyen álmokkal tették ezt meg, és hová jutottunk most akár 10 év távlatából? Tehát, hogy amit önök elképzeltek, az valamelyest megvalósult, és most gondolok akár a tartalomra, vagy akár ennek a tévének a struktúrájára, lelkére, kinézetére, működésére. Persze, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valami megvalósulhasson, ahhoz mindig többet kell képzelni. Tehát többet kell, ha csak annyit álmodunk, amennyiről azt gondoljuk, hogy ez biztosan meg is fog valósulni, akkor abból kevesebb lesz. Tehát persze, hogy az RDTV-vel kapcsolatosan is azt álmodtuk, úgymond, hogy 10 év múlva már stúdióink, szerkesztőségeink működnek Erdély különböző városaiban, a mostaninál sokkal szerteágazóbb tudósítói hálózat, és a mostaninál sokkal biztosabb anyagi háttér áll rendelkezésünkre. De azért alapvetően az a tartalmi elképzelés, az álom, hogy erdélyi szakemberek, erdélyi sajtósok, erdélyi alkotók, fogalmazzak így, működtettek televíziót a saját közösségük számára. Tehát, hogy mi magunk mutassuk meg, hogy milyen Erdély, hogy mi itt a legfontosabb ebben a régióban, az megvalósult. És én lassan, tehát az az igazság, hogy sokkal gyorsabban szerettük volna, minden sokkal gyorsabban szerettük volna, mi 1990-től errefele iskolát, egyetemet, mindent az égvilágon. Lassan, de azért megvalósult, és én örömmel tapasztalom azt, meg kell mondanom az utóbbi időben különösen, hogy innen is, onnan is hallom a visszhangokat. Tehát, hogy nézik a televíziót, hogy vannak rendszeres hívei ennek a televíziónak, tehát nem csak olyan nézők, akik hát a csatornák között kattogtatnak, és akkor néha belepillantanak az RDTV-be is, hanem hogy vannak, ma már van egy köre, a nézői köre az Erdély televíziónak. Ez persze, hogy öröm, és az elképzelés ez volt. Mert közben mi történt? Valamikor utaltam arra, hogy egyszerűen nem volt magyar televíziózás. Aztán 90-ben újraindult a közszolgálati tévé magyar adása, bővült is valamennyit, és utána pedig ugrásszerű változás történt azáltal, hogy most már magyarországi csatornákat lehet nézni, tehát válogatni lehet a magyarországi csatornák között. Tehát ma már nem csak annyi az igény, hogy nézhessünk magyar televíziót, hanem hogy olyan televíziót nézhessünk, amelyet a mieink szerkesztenek, a mieink készítenek, és ők mutatják meg nekünk, hogy milyenek vagyunk. Tehát ma már tulajdonképpen ez a legfőbb igény, hogy őszintén szóval ne mások mondják meg nekünk azt, hogy milyen Erdély, hogy mi történik Erdélyben, hanem mi magunk közvetítsük ezt a nézők számára. Álmok? Igen, hát itt az álmok kapcsán még egy intézményről beszélhetnénk, a rádió. Hiszen Erdély Rádió és Erdély FM-ként indítottuk ezt a programot. Na most mi abban a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy a közszolgálati rádió szintjén
Szintén nem magától menve ez ugye sikerült nagyon meghosszabbítani az adásidőt, a Kolozsvár és a Marosvásárhelyi rádió színvonala, tehát a magyarok körében a két leghallgatottabb rádió, merem állítani, Kolozsvári most erőteljesen fejlődik az is minőségbe és hallgatottságba. A Vásárhely az mindig az volt tulajdonképpen. Itt ennek is, amikor keves a pénz, akkor mindig dönteni kell. Az álmok, mert álmokról van szó. Tehát egy az egyben elmondható az, hogy az erdélyi magyar kultúra, az erdélyi magyar értelmiségi kínálat, művészettől a mindennapi életig sokkal nagyobb, amit az Erdély Televízió be tud mutatni, le tud fedni. Ehhez szerintem még háromszor annyi költségvetési forrás kéne, hogy úgy köszönő viszonyba kerüljön Erdély adottsága, ugye a múlt, mint a jelen, vagy épp a jövőképet érintő közéleti események, értékek, azok bemutatása és azok megismertetése. Tehát ez inkább egy zárójel volt, az álmok zárójele. A rádiót, amikor láttuk, hogy megkapja az erdélyi magyar hallgatóság azt a minőséget, igényt, eredetiséget, önállóságot, amiről az elnök úr beszélt, akkor sok más okból, itt frekvencia problémák is másképp alakultak, egy kicsit visszafogottabbá vált a rádió, és igyekszünk minden forrást, amit annak a működését nem érinti annyira, ide fordítani. Mert valahol úgy érzem, hogy az Erdély Televízió az erdélyi magyar közösséget leginkább össze- és átfogó intézménye. Ezt Marosvásárhely szempontjából sem mellékes, ami nagyon fontos ennek a városnak, szerintem ennek a régiónak és Erdélynek. Ez is benne volt abba az elképzelésbe, amely a televízió létrehozásánál elhangzott nagyon sokak számára. Történetesen a Janúcs Jenő Alapítvány kuratómia, kolozsvári magyar opera igazgatója, és azelőtt szintén Nagy Zsolt volt, aki kolozsvári volt. Az intézmény itt működik, nem véletlenül is nagyon jó helyen működik. Vásárhelynek, Erdélynek, Kolozsvárnak és itt tovább Párciumnak összefogása és összekötése nem véletlenül történhet jó érzékkel innen Marosvásárhelyről. Ezek mind beletartoztak abba az összképbe, amit tulajdonképpen elindítottunk, útraindítottunk, és önök nagyon jól érzékelték, hogy volt azért ennek a folyamatnak egy előélete, ami szakmailag, ami politikailag, ami érzelmileg, nemzetpolitikailag bennünk megfogalmazódott. Nos, én azt mondanám, hogy ebből az irány jó, a lehetőségek ehhez mérten megfelelő eredményeket tudnak önök elsősorban felmutatni, akik ebben az intézményben dolgoznak. És én azt hiszem, hogy a jelenlegi RMDSZ vezetése úgy szintén mellette áll ennek a televíziónak a fejlődés és fejlesztése mellett. Ez a sok újdonság, amit a nézők látnak, a legutóbbi beruházásoknak is köszönhetőek. Nos, ha önök úgy gondolják, hogy jól végzik a dolgukat, én szerintem jó kézben van. Jó kézben vannak az álmaink. Ennek nagyon örülünk, igen. És köszönjük szépen és a bizalmat. Igen, és azért mondjuk a 10 évvel ezelőtt talán más volt a televíziózás, illetve a rádiózás, és talán mások is voltak a médiafogyasztási szokások. És az lenne a kérdésünk, hogy mennyire hasonlít amúgy ma ez a televízió ahhoz, amit önök 10 évvel ezelőtt megálmodtak? Hát meg egyáltalán, amit az imént ugye Markó Béla mondott, az RMDSZ volt elnöke is, hogy nem elég most magyarul televíziózni, hanem egyfajta szintet is kell ugye tartani, hiszen nagyon bő a kínálat, szinte bármiből választhatunk. Milyen jó, hogyha az Erdély Magyar Televíziót választjuk. Hát, hogy mennyire hasonlít ahhoz, amit megálmodtunk, az előbb
utaltam rá, hogy a kezdet-kezdetén nyersen és egyszerűen az volt az igény, hogy legyen magyar televízió, legyen nekünk egy televíziónk, mint ahogy az előbb utalt rá Takács Csaba, a rádióval kapcsolatosan is ez volt. Meg kell mondani, a rádióval még túl is teljesítettünk tulajdonképpen, túl teljesített a valóság, mert mi egy egész napos magyar rádióadásra gondoltunk Erdélyben, és most kettő van, kettő tehát van, a Marosvásárhelyi igen. Rádió és a kolozsvári, persze ezeket különböző régiókban lehet látni, tehát összességében mégiscsak egy van. Tehát a nyers elképzelés ez volt. Mint ahogy az oktatással is így indultunk, hogy egy ilyen hasonlattal éljek, hogy egyszerűen legyen magyar iskola, legyen magyar egyetemi oktatás. Ezzel kapcsolatosan most is vannak gondok, ugye egy-egy iskolával, egyetemi szakkal, ezt itt Marosvásárhelyen nagyon jól tudjuk, de alapjában véve van magyar anyanyelvű oktatás, ma már a kérdés az, hogy az minőségi-e, hogy versenyképes-e az a magyar nyelvű oktatás. Na most a televízióval is ez a helyes sorrend. Legyen magyar televízió, biztosítsuk a kereteket, és utána legyen minőség. És igen, ma már az Erdély televízió eljutott oda, hogy elvárhatjuk tőle, tehát megvannak a feltételei, megvan a megfelelő gárdája, elvárhatjuk tőle ezt a minőséget, és én azt mondanám most, ne túllozzunk persze, tehát nem mindenben és nem mindig, de hogy most már nagyon sokszor ezt a minőséget meg is kapjuk az Erdély televíziótól. Más szóval azért vannak nézők, mert kapnak valamit a televíziótól. Amire utaltam 1989 előtt, annak lehet egy része úgy nézett ki, az, hogy az emberek rohantak, és hétfő délután szabaddá tették, hogy nézhessék a televízió magyar adását. Az lehet arról szólt, hogy hát mi magyarok vagyunk, és akkor nekünk kötelességünk úgymond nézni ezt a televíziót. Legalábbis lehet, hogy egyesek így gondolkoztak, ma már nem erről van szó. Bizony. Tehát akik nézik a televíziót, és visszajeleznek, hogy szeretik az Erdély TV-t, azok azért teszik ezt, mert kapnak valamit a televíziótól, és akkor én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb mérce. Talán azt is megjegyezném, hogy itt figyelve a fejlődést, és kinek van televízió, és kinek nincs. Nos, azért Erdélynek, az Erdély magyar közösségnek jár egy televízió, amit úgy hívnak, ahogy őt magát, lakott területét, róla szól és neki szól. Tehát most van a Real Madrid csapatnak televíziója, meg mindenféle futball együttesnek. Azért ez a közösség lehet, hogy valamikor képesek leszünk ezt a közösséget arra bíztatni, hogy annyira magáinak érezze, hogy részt is vegyen a fejlesztésében és a fejlődésében. Hiszen innen jött nekem a hasonlat a Real Madrid TV, Real Madridnak is van televíziója. Nos, az könnyebb fenntartani, mint ezt, mert a Real Madrid szurkolók befizetnek egy tagsági díjat, amivel azt is fenntartják. Nos, most távol esik tőlem, hogy én bevezettesem a tévéadót, mert gondolom, hogy elrontom mindenkinek nézőnek a kedvét. Az ünnepi kedvét. Ünnepi kedvét. De reális dolgokról azért időnként kell beszélni ezzel a magyar közösséggel. Neki el kell tudni mondani, hogy semmi sem jön magától, azért meg kell dolgozni. Úgy, ahogy önök megdolgoztak, hát nagyon kevés fizetésért éveken keresztül, mikor önök kiülnek elég mosolyogva, és mert úgy kell, mert másképp nem lehet, ugye? Egy néző se tudja, hogy milyen anyagi gondokkal küzd az a bemondó, az a operatőr, stb. Mi ezt tudjuk, akik próbálunk ezen segíteni. Milyen mértékben tudunk segíteni? Egyelőre igen, de a nagyobb fejlődést, egy nagyobb szolidaritás, egy nagyobb büszkeség és egy nagyobb nemzeti öntudat mentén kéne megtervezni, álmodni.
akkor ezeket az álmunkat folytassuk a jövőre nézve, és akkor végezetül arra kérem önöket, hogy egyrészt próbáljanak olyan valami szép ünnepi gondolatot megfogalmazni, akár a kedves tévénézők irányába is, és nyilván a jövőbeli tervekről, mert hogy az önök munkája nélkül mi sem ülhetnénk itt, úgyhogy én remélem, hogy előre tudunk nézni és tervezni tudunk, hát ha 20 év múlva is tudunk beszélgetni, remélem, hogy 10 évet megéltünk már, és akkor... meg, hogy kezdjem én, mert azért csak szeretném, hogy adjuk meg a... Hogy mondani szokás? Hogy az enyém legyen az utolsó. Persze, de nem, az én az első is volt. Tehát most legyünk egyensúlyban. Én talán elmondtam az ünnepi beszédemet. Fogjunk össze. Igen, tehát hogy vannak-e szép gondolataink, hát ez nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy fontos gondolat és fontos tanulsága ennek az Erdély TV történetnek az, hogy lehet. Tehát, hogy lehetséges új intézményeket, nekünk fontos intézményeket létrehozni, hiszen Takács Csaba utalt rá, hogy amikor elindultunk, akkor azért hát itt volt egy épület, de az úgy nézett ki, hogy kinézett, nem voltak szakemberek, akik ezt a tévét működtethették volna, és hát nem azt mondom, hogy a semmiből indultunk, mert volt mögöttünk politikai tapasztalat, apropó politikai akarat is kellett ehhez, és politikai egyességek is kellettek hozzá. De a lényeg az, hogy a nagy tanulság az, hogy igen, lehetséges, tehát úgy, ahogy Takács Csaba mondta, ha összefogunk, lehetséges, újat, fontosat alkotni az erdélyi magyarok számára. Különben hamarosan meghallgatjuk Nagy Zsolt üzenetét is, és ő is a hitet emelte ki különben, hogyha nem hittek volna önök valamiben, akkor mi most nem ülhetnénk itt. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy hittek bennünk, köszönjük és a hittek szépen. Az Erdély Magyar Televízióban, és reméljük, hogy ezért sikerült velünk egy kis időre visszaugorni az időbe, és nosztalgiázni is, és én remélem, hogy 10 év múlva tudunk ismét beszélgetni. A következő nagyobb évfordulónál. Így legyen.